Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy a tanév első hetében oktatási konferencián tájékozódhatnak a megye pedagógusai az aktuális változásokról. A rendezvényt a megyei kormányhivatal kabinetvezetője nyitotta meg. Horváth Lajos kitért arra, hogy a közoktatás átalakításának legnehezebb része lezárult. A köznevelés az a terület, amelyre mindenki rendkívül módon odafigyel, ahol nem szabad hibázni, ahol minden hiba a jövőbe többször sem megbosszulja magát. 2012-ben jelentős lépéseket tettünk, de nagyon helyesen nem vállaltuk, hogy egy nagy ugrásra jutunk át a szakadékon, mert jól felmértük, hogy az oktatás akkori állapotában némi ellenszélben nem lehet egy ugrással megoldani a problémákat. Ma kijelenthetjük, már átjutottunk a szakadékon. De ehhez keresnünk kellett egy olyan helyet, ahol közelebb volt a túlsó part, ahol több hely volt a nekiugaszkodáshoz, ahol az ellenszél is megszelídült. Ez persze időbe telt. Elhangzott az eredményes működéshez erős intézmények és jól felkészült elhivatott pedagógusok kellenek. A konferencián dr. Madarász Hedvig, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője beszélt az életbe lépő legfontosabb jogszabályi változásokról. Az egyik ilyen, ami ugye nagy nyilvánosságot is kapott a nyáron, hogy a magántanulói jogviszonyt az egyéni munkarend váltja föl. Többször több helyen elmondtuk, leírtuk, megkeresésekre megválaszoltuk, hogy ez egyrészt egy fogalomváltozás valóban, tehát az elnevezés változik. Ezzel azt akartuk kifejezésre jutatni, hogy a magántanuló is iskolában jár, csak egy más formában, egyéni munkarendben teljesíti a tankötelezettségét. Ez a változás tehát szeptember 1-jével lép hatályba, tartalmilag, tehát lényegét tekintve az egyéni munkarendben tanuló hasonló lesz a magántanulóhoz, hisz minden kötelező tanulói foglalkozás alól fel kell menteni. Ugyanakkor, szintén mint az eddigiekben is volt, bizonyos foglalkozásokat az igazgató engedélyével látogathat természetesen, de alapvetően önállóan készül fel az osztályozó vizsgákra. Változás az is, hogy ennek az engedélyezési eljárását ezentúl nem az iskola igazgató, hanem az oktatási hivatal látja el. A másik lényegi változás ugye az óvodalátogatással volt kapcsolatos, szintén hallottak róla bizonyára, óvodai szakmai szervezetek is felkerestek minket, hogy ennek részletei kidolgozásában vehessenek részt. A változás két irányú, az egyik az, hogy kevesebb ideig adható felmentés az óvodába járásról, ugye alapvetően már 3 éves kortól kötelező óvodába járni 2015 óta. Ezzel is az a célunk, hogy minél hamarabb megkezdjék a felkészülést a gyermekek, egy szocializációs folyamatba vegyenek részt, hogy aztán 6 éves korukra elérjék azt a fejlettségi szintet, hogy óvodába tudjanak menni. Ehhez ugye nem kell magyarázni, vagyis iskolába tudjanak menni, elnézést. Ehhez ugye nem kell magyarázni, hogy az az érdek, hogy minél hamarabb kezdjenek óvodába járni, és ha indokolt, a felmentés az legfeljebb 1 évre szóljon. A jogszabályi változások mellett a résztvevők tájékozódhattak az oktatási hivatal és az oktatási központ aktuális feladatairól, fejlesztéseiről.